Sziasztok! Elvileg visszatértem, hogyha az XSplit is úgy akarja. És akkor talán kezdjük el a játékot végre. Race the fastest cars on PlayHub. Nagyszerű. De mikor kezdtek el játszani a játékkal? Na mindegy. Úgy néz ki, hogy ez nem valami jó. Menjünk tovább. Muszáj találnom egy nagyobb FPS igényű játékot. Mivel játszunk? Az jó lenne. Software Play. Majd találjam ki Software Play kell. Jól van. Akkor nem. Ez a nem. És ez? Ez is az a... bővítmény kell. Pedig jó alajnak tűnt, és ez? Na, úgy néz ki, hogy ez már lehet, hogy jó lesz. Reklám. Ez nem néz ki rosszul. Majd megnézzük, lehet, hogy bemutatom egy tesztben. Dark Sun, Golden Eye. Bár mondjuk ugyanolyan elemekkel operál a képek alapján, mint a legtöbb ilyen játék. Na nézzük. Turbo Nuke. Akkor játszunk. Jó. Visszamegyek, leveszem a hangot. Hogy lehet? Itt a hang. A Firefoxnak problémája támadt és összeomlott. Amikor újra indul, megpróbálja helyreállítani az ablak. Az durva. Összeomlasztotta a böngészőt. Most azért meg ki akarom kapcsolni a hangot egy játékban. Szerintem mindenhol alapnak kellene lennie. Próbáljuk meg még egyszer. Au! Szerintem megint az lesz, hogy lenémítom mindet. Így. És akkor a flash-sel nem lesz gond. Emiatt nem fogom megint újraindítani a Firefoxot. Jó. Ez csodálatos. Aj már! Akkor nem az volt a gond. Magával azzal a játékkal volt problémája. Hol van egy olyan játék, ami fut ezen a Flash Playeren? Geopolis, adjuk már. Szóval nem akarok játszani. Inkább akkor... nézzük meg mondjuk egy... a harmadik oldalt. Action, hack and slash RPG. Na nézzük. Shift Assault, nem? Dino Storm? Ez mi?
Most ez komoly. De lehet, hogy nem is fog futni. Jó, mindegy, bejelentkezek. Jó, akkor elkezdtetek játszani? Léci. Léci. Jáva kell hozzá. Érzem a problémát. Jó, akkor hagyjuk inkább. Lehet, hogy ezt inkább majd a rendes gépemen mutatom be egy picivel később. Mert most találni akarok egy olyan játékot, amivel ki tudom használni a képességeit a Windowsnak maximálisan. Ben 10. Ez nem az a játék lesz, szerintem. Milyen vicces logójuk van. Fun Fast Game. Na. A sok 10 éves gondolom annak. Gyertek ezeket. Mindegy, kezdjünk neki. Level 1. Fight. Na, itt legalább be lehet állítani a hangerőt. És akkor van, azt mondja, A-val ugrok. A-val ugrok. S-sel támadok, D-vel szuper. Csodás. Oké. Lehet, hogy visszaállítom a hangját. Csak kicsit lejjebb veszem. Így. Most akkor mi van? Jaj, alapból nincs zene a játékban. Vagy lehet, hogy csak a flash miatt nincs. Mindegy, nem számít. Az a Ben 10 gyerek valami Hulk utánzat? Tudja valaki? Eszementő jól fut a játék. Nincs FPS lag meg semmi, de amúgy komolyan. Még Scooter Pro sincs. Na mint csak Scooter Pro-nál voltak gondok. Jó le lehet ezzel lenni, ha valaki nagyon unatkozik. Mármint a Windows 2000-rel, nem ezzel a játékkal. Na, meghaltok. Halljál meg. Mindjárt meghalok én is.
Csodálatos. Már csak egy dologra vagyok kíváncsi. Hogy van-e erre jába? Biztos nincsen. És van. Beszarok, van Java Windows 2000-re. Hihetetlen. Na, ez kicsit lagol. Léci. És akkor elméletileg... Melyik fut rajta? A hatos verzió? Rendben van, akkor töltsük le. Nem kell. Le is jött. Oké. Amúgy nem tudom mennyire hallottátok, de a bejelentkezési hangja szép volt a Windows 2000-nek az előző részben. Install. Sokkal szebb, mint a mostani Windows-ék. Lehet, hogy egy picikét hosszú ez a lista. Így. Hát itt még olyan a programrendszer, hogy mindent újra, mindig újra kell indítani általában. De itt most speciál nem kellett. Visszamegyek arra a dínós játékra, mert érdekel. Dino Storm. Elvileg most már van jávám. Van jáva. Kliensem, miről beszélsz? Mondom, van Java kliensem. Most települt. Valószínűleg a Firefox Service Pont. Na. Folytatás. Folytatás. Akkor menjünk vissza. Előzmények. Dino Storm. Run. Nézzük, fut-e ez a dínos játék, vagy nem. Addig rakjunk vissza a Lindsay Starlingot. Mert a hangot azt jól lejátszotta, képpel volt csak gond. Légy üdvözölve Csima világában. Ebben a varázslatos királyságban az állati törzsek időtlen idő... Nagyon örülök neki. Így. Legalább van valami alap zene, ez egy kicsit hangos. Még mindig.
Így jó. Nagyszerű. 83, 84, 80. Ajj, de sokáig tart ez. El kell ennyire túlbonyolítani. Nem hiszem, hogy olyan szép a játék, hogy Java kliens kelljen hozzá. Szerintem egy sima flash megteszi. Még mindig túl hangos a hangomhoz. De nehéz ezt eltalálni. Így jó lesz. Engem is hallani, meg a zenét is tökéletes. Csak az a Dino Storm töltődne már be. 99%. És mi van a 100-zal? Még mindig várok. Még mindig várok. Ez soha nem töltődik be, vagy most mi van? Szerintem elakadt valahol. Nézzünk valami mást. Kihagytam az Y-t. Amúgy nektek mi a véleményetek a Windows 2000-ről? Tetszik? Biztos vannak olyan fiatalok, akik még nem is ismerték az ezelőtti Windowsokat. Azok számára jó kis bemutató ez. Mert itt még mindig 99-nél tartok. De amúgy már itt volt feladatkezelő. Nézzétek csak meg. És majdnem ugyanolyan, mint a izénél, a Windows XP-nél. Kicsit fura. Jé, az első magot teljesen kihasználom. 100%-ig. És 5 gigát elvesz. Miből? Mert hogy itt konkrétan nincs 5 giga. Na mindegy. Amíg tölt, tényleg megmutatom azt az érdekességet, hogy az ember hiába állítja magyarra, a rendszer nem áll magyarra. Valamiért, nem tudom miért. Hol is van? Settings, Control Panel, Regional Options. Látjátok, itt magyarra van állítva. Még az input bevitel is magyar. Szóval nem értem, hogy miért. Amúgy lesz még egy stream szerintem, ha lesz rá időm. Ez úgyse fog betölteni ezen a rendszeren. Dino Storm olyan ismerős nekem, nem ezt mutatta be Cabri is? Hogy megvette és csalódott benne. Na mindegy. Akkor nézzük meg Windows 7-en mindjárt. Szerintem a Windows 2000-ből elég ennyi. Jó, és akkor mondjuk a Dino Storm az legyen egy másik stream. Akkor itt elköszönök nektek, aki erre volt kíváncsi. Az remélem, hogy jó betekintést kapott, hogy mégis milyen volt ez a rendszer, hogy működött.
még megmutatom a keresést. Már ebbe volt Bing bár, és megmutatom azt, hogy mit tudom én, hogyan lehet keresni mondjuk egy fájlt. Meg gondolom, ez erre kíváncsiak vagytok. De beírtátok, és akkor kilistázza a kereső. Ugyanolyan, mint a régi Windowsoknál. Mint az XP-nél. Itt már volt Outlook. Bele volt importálva. Hátteret azt hiszem lehetett változtatni még. ActiveX, yeah. Legyen nyújtott. Úgy. Hát ez egy kicsit szar lett így, de mindegy. Snow trees. Na mindegy, egész jó. Windows 2000. Na, akkor legyen ilyen. Az nagyon jól illik most az alkalomhoz. Ha. Ez óriási. Na jó, nem kínozlak titeket tovább. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a két epizódot. Mind a Windows 2000-ről, mind annak használatáról, mind a Scooter Pro-ról. Köszönöm, hogy velem tartottatok. És amint láthatjátok, a hiába régi a rendszer, egy-két területen még mindig megállja a helyét. Egy régi gépbe felrakva pedig egész jó élményt tud produkálni. YouTube-ron is egész jól el lehet vele lenni. Egy Firefox 12-essel. Ugye ezt már nem tudjátok tovább frissíteni, mert ideig tartott a támogatása. De azt mondom nektek, hogy ez egy viszonylag jó rendszer, ha csak netezni akarsz, meg mondjuk zenét hallgatni, meg nincsenek egyéb igényeid, arra tökéletesen jó, meg ugye elővehetsz ilyen régi játékokat is, ami mondjuk csak ezen akar futni. Berakod mondjuk egy VirtualBox-ba, vagy a legjobb, hogyha csinálsz neki egy külön partíciót és felrakod gépre. És akkor visszakapsz egy kis szeletet a régi időkből. És meglátod, hogy nem volt ez annyira rossz, mint a mostani rendszerek, vagy nem volt sokkal rosszabb. Megmutatom, hogyan kell kikapcsolni. És hihetetlen, de a Windows R plusz R még itt is működik. Tehát van futtatás. Megnyomod a DX-diagot, létezik ez a parancs. Ezek a parancsok tulajdonképpen már benne voltak az alap Windowsban, és ezek tovább jöttek. Annyira érdekes számomra. Jó, lehet, hogy ti nektek ez annyira nem érdekes, meg semmi, de szerintem izgalmas így 2013-ban visszatekinteni pár évet, és elővenni egy sokkal régebbi rendszert. Egy olyan korszakban, ahol 128 megás videókártya igazi, igazán erős kártyának számított. Egy olyan korszakban, ahol 10 megás vinyók voltak, meg maximális vinyó az olyan 10 giga körül volt, és akkor a 10 gigás vinyó, most a 10 gigás vinyót úgy tudom elképzelni abban a korszakban, mint most megmondanánk, hogy tessék, itt van egy exabájtos vinyó, kezdjél vele valamit. Szóval nagyon durva, és azt mondom nektek, hogy ez egy viszonylag jó rendszer, még így is, hogy 2013 van, és úgy is, hogy eltelt vagy 20, vagy körülbelül 20 év. Na, akkor állítsuk le, és megmutatom, hogy milyen gyorsan kikapcsol a többi Windowshoz képest. Jó, persze most nyitva van a Firefox, úgyhogy ezt be kellett volna zárnom a kísérlet előtt. Nézzétek meg! Már ki is kapcsolt! Ennyi! Nincs tökölés, nincs semmi. Nem úgy van, mint a Windows 7-nél, hogy vársz egy negyed órát, az kikapcsol. Nem! Azonnal kikapcsol! Mintha egy teljesen más fejlesztő csapat írta volna. Úgyhogy nagyon dicséretes az, amit a Microsoftnál csináltak. És a boot, hogy
ilyen rövid idő alatt bebootol, meg kikapcsol. Ezt a mostani rendszereknél szinte sehol nem látni. Talán még a Mac-et is leelőzi a mostani Mac-et, ami elég érdekes. Köszönöm a figyelmet, sziasztok, Neo voltam.